Na, let's go! Induljunk el egy perc a hátranyításban. Let's go! Hundreds of people crowded towards the center of Budapest for a restaurant opening. Ma nyílik meg Simon legújabb étterme az Arany János metró megállónál. Az eddigi legnagyobb nyitásra számítanak. Tudj Simont üdvözölni így a rádión át, azt mondja neki, hogy nagyon szereti, és hogy hajrá a holnapi étterem nyitáshoz. Several hundred young people completely blocked access to the restaurant. The crowd was uncontrollable. Customers were pushing each other towards the door. A Simon's Burger nem áll meg. Most vasárnap újabb éttermet nyitnak a belvárosban. Hát elég húzós volt, hallod, itt vagyunk már, nem tudom, másfél hete folyamatosan. Burkolásokból segítünk, villanyszerelő, az megoldott elég hamar. De hát nagyon sok bútort összerakni, minden, nagyon necces volt, de a nyitás az ma meg lesz, hallod, annyian lesznek szerintem. Na várj egy picit, hív a Simon. Kiangosítod? Na Mizu, szia! Csáu Ári, Mizu, minden nem van? Persze, megjött az üveg. Megjött az üveg? Ja, most próbálják berakni minden. Jó, de akkor nem tört el semmi. Hát még nem, de majd azért hívlak, hogyha valamit révön. Nem, remélem minden ember áll. Ott van az egész csapat, mindenki itt van. Persze, mindenki pörgünk, takarítás, minden, fent is felmostuk az egész helyet. Nagyon jól állunk, minden nagyon jól áll. Jó, akkor hajra, jó, figyelj el az üveget, hogy ne legyen semmi baj. Ja igen, mindjárt rájuk nézek, hogy minden oké-se. Köszi, ciao, szia. Vigyázz a fejedre. Ebbe is kell majd egy hőmérő, ugye? Meg a dobozokat majd ugye fel kell pakolni, és ide kell írni, hogy mihol található. Ezek vannak igazából, meg az asztalokat, arról majd ezt elviszi még. Még ezeket majd ki kell rakni, ezt majd felvisszük. Szevasztok! Kösz. Jól vagytok? Izgulunk. Ciao. Izgulunk. Jól vagytok? Ádi! Hol az Ádi? Na, Mizu? Hát minden oké, és meg vagyunk. Üveget, jó. Látod? Üveget nézzük meg. Sziasztok! Láttad már? Azt a... Felraktátok? Ez nagyon jó. Ajj, de jó. Ez nagyon jó. Estél. Ez még nálunk készült. Itt indult minden. Nézd, jó, hogy ilyen íves a cucc. Nagyon jó. Nincsen benne szöglet. Nehéz volt berakni? Nagyon megküzdöttünk, de mindent abból. Profik vagytok. Nagyon köszönjük, nagyon szép lett. Mesterek. Menjünk a Rolyhoz, kérdezzük meg, hogy milyen helyzet. Jó, nézzük meg. Hello, hogy állunk? Hát igazából mások ilyen végső simítások. Simítások? Nagy hajrán már túl vagyunk. Akkor vasárnap nyitás? Abszolút. Reális? Meg lesz? Persze. Ja, szuper. Hello. Ádi, Smasher meg van végül? Nincs. Simi elment érte? Jó, hát annélkül nem tudunk menni, jó? Ezt keresétek, meg eszmesörünk van már csak. Mizu a roslappal, visszament a horpadás? Vissza, igen. Jó, ez jó cucc. Ja, figyeljetek, ne legyen mindig a falontól, mert akkor az gáz lesz. Jó, elszívás volt ezt el? Nagyon jó. Jó, nagyon jó, oké. Elégedettek vagytok? Irreális az egész. Nagyon amúgy nagyon. Eddigi legszebb étterem. Yes, ez így is van. Hát ez nagyon jó. Tehát minden megérkezett akkor. Hát nagyjából még egy kívül. A Tibi mit nem hozott el végül? Hát nem hozta a Simon-os poharat, de azt ma pótolja. Ja, jó. De akkor tudtunk áthozni a hotdogból. Igen, azt jó, szuper. Jó, figyelj, nagyon jól állunk. Új szívószál megjött, tesó. Dehogy is. Figyelj, Ádi, nagyon fontos, hogy tényleg csak lógozat kerüljön ki. Nagyon jó. Ha Tibi esetleg mégiscsak fejret hozna, akkor cserét esetleg. Akkor jó? Mindig ki kell cseretetni, jó? Ciao, Simi, Mizu. Figyú, akkor mi pörgünk, megjött az üveg, úgyhogy igazából 99%-os lett a hely. Utolsó simítások. Mikor fogsz érkezni majd? Ma majd egy után. Jó. Szuper vagy, nagyon-nagyon köszi. Hajrá, jó pihit, csöcsö. Ciao. Fia, Simi, az szerintem 20 napja nem aludt már a csávó, úgyhogy most mondtuk, hogy aludjon. És aztán most csak délután jön, de hát beteg, amit lenyomott. Az éró az jó? Szépen. Igen. De nem azért hívlak, mert nem jó a kóla. De nem jön belőle semmi. Nem, ezt ma, nem. Ezt létszik ne jövő héten, hanem ezt még ma. Te ki tudtok jönni?
Víz. Víz jön belőle, csaj. Szénsebes, aha. 5 kor? Jó. Jó. Oké. Köszi. Köszi, csöcsö, csöcsö. Van bármi, ami a nyitást akadályozhatja? Egy kis pénz hozhatnának azért. Váltópénzt? Jó, azt intézzük. Jó. Jó. Jó, szuper, nagyon. Nagyon köszönöm mindent. Köszi. Köszönjük szépen. Ciao. Sziasztok, nagyon köszi. Iszonyatosan szép lett, szerintem amúgy a legszebb, tényleg a legszebb hely lesz. Az eddigi legszebb hely, de megyünk előre, lesz még jobb, de ez most így nagyon durva. Tényleg ez a jó az egészben, hogy nagyon jó srácok dolgoznak itt, és hogy tökre rájuk lehet bízni egy nyitást most már. Ide jövünk 2-3 naponta, az bőven elegendő ahhoz, hogy nagyjából összerakjuk a sztorit egy hónap alatt, és ők mindent megcsináljanak, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk. Ilyen csapat nélkül nem lehetne ezt, úgyhogy ez nagyon-nagyon kell. Itt fog elindulni maga a sor. Vettünk pokrócokat, Sárit, meg az MSZ-t be is szerveztem éjszakára, ők majd osztogatnak teákat, frizzogatnak. Free hot dog. Hozok hot dogokat, vettem egy doboz sokét, egy doboz croissant még nekik, és alapvetően a camp az, hogy valahol itt lesz. Akkor egy. Holnap után találkozunk. Holnap. Megjöttünk a Simonhoz. Jó magasan vagyunk. Azt hiszem, hogy ez az. Jó, lehet alszik. De szeretem! Csáó! Csóter! Szeretsz! Jól vagy? Izgulunk! Itt már hátul már... Kis porozgatok, egy kis cross papucsba itt, úgyhogy... De szeretem! Ú, de jó! Na! Az ott a kis dolgozó sarok? Így is van, ha? Kis sarkom itt. Most van olyan 9 óra. Úgyhogy 9 óra elmúlt, a kempelők már ott vannak, aha. A kempelők már nyomják, 10 vagy 15-en vannak már, de elvileg még nagyon sokan fognak érkezni, úgyhogy őket meg fogom majd Rancsokára látogatni, itt vagyunk egy köpésre, elmegyünk, megnézzük őket, pacsizok velük, és akkor alszunk egy nagyot, holnap pedig let's go. Let's go. Szia, Sári, akkor mentek 10-re? Én már itt vagyok. Na, szuper. Megadtad a hozzávalókat? Aha. Alakul a csapat. Az jött egy 5-fős fiúbanda. Na, alakul a csapat akkor. Jó, és akkor MSZ is érkezik nem sokára. Aha, ő pontra jön, 10-re. Jó, nagyon köszönöm. Akkor én is fogok érkezni, jó? Szerintem ilyen 10 óra után majd benézek. Jó, oké. Köszi, Sári, szia. Azért az durva, hogy kicsit ugye így is van bennünk most ez, hogy az utolsó, hogy első év az utolsó része, ez a holnapi nyitás, hogy most utána jön egy kisebb, enyhébb pihenés a részünkről, és azért egy év alatt nyitottunk egy 6 helyet, úgyhogy az elmúlt 365 napban 365 napot dolgoztam, nem volt olyan nap, hogy ne kellett volna foglalkoznom a Simonsburgerrel, de ez így helyes, mert ez így jó. De most végre először, a holnapi nap után hétfőn, szerintem egy picit tovább fogok aludni. Lehet, hogy reggelizek valahol egyet, iszok egy jó kávét, eszek egy jó tojásrántottát valahol, és csak utána megyek be dolgozni, ilyet nem nagyon szoktam csinálni, úgyhogy... Most már ott tartunk, hogy közel 80 fő dolgozik a Simonsburgerbe, jövőre átlépjük a 100 főt, és 100 embernek munkát adni, az valami olyan érzés és olyan fenomenális hangulat. Tényleg a holnapi nap az, ami az elmúlt egy évnek a kreálmánya. A holnapi napban van benne az elmúlt egy év összes tapasztalata. Hogy mennyi mindent tanultunk, hogy mennyi mindent láttunk meg, mennyi mindent vettünk észre,
És tényleg az, hogy mi nem vagyunk vendéglátós arcok. Soha az életben nem dolgoztunk vendéglátásban, és egy év alatt kellett összekaparnunk azt a tudást, amit mások 20-30 év alatt, és szerintem sikerült, és soha nem fog eldőlni, hogy ez az új hely, ami a nagy hely, ami a Simon's Burger egység, a legszebb éttermünk, és tényleg minden tudásunk, minden tapasztalatunk benne van. Remélem, hogy nem volt kudarcot, és hogy gyönyörűen fognak világítani azok a cégértáblák az utcáról, akik ott elmennek mellette, és nagyon remélem, hogy, hogy innentől kezdve tudjuk hozni majd ezt a színvonalat, úgyhogy meg nagyon jó munkát adni ilyen sok embernek, és nagyon jó nyitni mindig egy új éttermet, de azért valahogy a magánéletet azért ez meg tudja ölni, úgyhogy ezt balanszba hozni, egy egyensúly teremteni majd, ez lesz a következő évnek a nagy munkája nekem. Nagyon nehéz ezt a balanszot eltalálni, és ez lesz, ami nekem most nagy munka lesz. De nagyon remélem, hogy jól fog alakulni ez a része is az életemnek. Nem szabad elengedni a magánéletet sem, oda kell figyelni mindenre. Yes. Azt akarom, hogy ott az orráskeréknek a legtetején is számom az burger legyen majd. Ott fent a tetőn? Ott lesz fent a tetőn egy Simon's Burger, meg mindenhol. Visszük a hotdogokat a kempelőknek, kérem szépen. Szevasztok! Ciao! Tiszteletem! A legnagyobb tisztelet felé. Sziasztok! Egész éjjel itt leszünk? Egész éjjel. Csáv. Szevasz. Csáv. Nagyon hálás vagyok, srácok, hogy itt vagytok. Dupla V a cseten. Bármilyen. Dupla V. Simi. Köszi. Leírod a kódot. Kicsit jobb. Feszíts kicsit a sor. Jaj, most jó lesz. Nagyon pacek, köszönöm. Nagyon kösz, srácok. Itt vagytok délóta? Igen, persze. Na, az nem semmi. Hókrócból van elég, meg vagytok? Igen, igen. Jó, tudunk még hozni, hogyha kell, jó? Jó. Hol dolgot megkaptátok? Igen. Igen. Jó. Egyetek nyugodtan, kajáljatok. Van végtelen mennyiségű stickers, végtelen mennyiségű croissant, meg forró tea, jó? Úgyhogy ezeket mind tudjuk adni egész éjszaka. Bármi kell egyébként, szóljatok és megpróbáljuk elintézni, jó? Hogyha úgy van. És akkor hajrá! Köszi szépen! Ciao! Hello! Na, Mizu! Tisztelet! A biztonsági! Így van! Na! De nem meneküljetek! Meséljetek! Na, de miről meséljünk? Kezdetek! Hatodik helyünk? Ha már itt vagyunk, akkor hagyd mutassam be a két egyik legrégebbi, sőt! A két legrégebbi kollégáról. Sári volt az első. Sári. Az első nő a és Claudia. Simi. Bocs, emese, emese. Jó ezt látni azért nem, hogy ilyen... Azok a gépek vannak itt, úgy vannak berendezve, azzal a logisztikával, amit kifejlesztettünk. Van mentelkathető? Van egy citromos. Málás. Igen, ez jó. Epres. És képzeld el, hogy egy citromnőt elhagytam útközben. 15-20 ember kb. Még érkezni fog elméletileg, a visszajelzések szerint. De lehet az is, hogy meg lesz az 50. Croissant, stickers, almalé. Mindig adjátok, hogyha kell nekik, jó? Ha hangoskodnak, akkor mindenféleképpen csillapodjanak majd le. Nem akarom, hogy a rendőrök azok ügyek őket, mert az amúgy ez tök elrombolja az egész fest. Köszönöm. Egészségetekre. Nagyon jó. Tényleg? Teljesen tökéletes. Kell a édes a. Ha még egy csomó jó, ha kell, akkor szóljatok. Tiszta szívvel készítették nektek az a lányot. Az biztos. Hopp, egy hónapban nem kapok ennyi. Köszi szépen, köszi szépen. Na most már két takarommal hagyunk. De ez közterület, tehát itt ez nem egy kemping. Ne vegyen, legyen szíves, jó? Rendben, igenis. Köszönöm. Simikém.
minden ok. Megjött a szokásos közterületkör. Ledumáltuk vele, hogy szépen csömbben maradunk, és akkor maradhatunk, úgyhogy most ez a terv, jó? Szóval beszélünk a srácokkal is. Akkor azt kértem, hogy sorba legyen a... Egymásos elmény, igen, 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 igen. Ahogy amúgy szokott lenni minden. Mm. Ez volt az egész csapat akkor? Nem, csak ezek jöttek el Bécsbe. Jó, Jordi. Engem is mutass meg mindenki. Na. Miért érzem úgy, hogy megcsináltuk? Nagyon jó. Takarítani jártam először. Igen. Ja. Tényleg? Én voltam az első, aki bejöttem nőként. Azt is az első 15 hamburgert fordítva csináltam meg. És azt tettem be a vendégeknek, amit nem kértek be. Jó, tényleg. Bírjátok? Persze. Azért már fáradtok. Fogtok aludni? Dúra, nem? Teljesen beteg az ügyész. Nagyon komoly. Köszönjetek a Simi bácsinak, nézzetek itt a Simi bácsi. Háló! Jöttök volna burgerezni? Menjünk volna burgerezni? Menjünk volna? Nagyon komoly vagy, nagyon komoly vagy, bátya. Gratulálok az új helyhez. Nagyon köszönöm. Nagyon komoly vagy. Majd megyek én is, megnézem valamelyik nap. Nagyon köz, gyere mindenképpen. De azért aludjál valamikor. Megyek, nem sokára megyek haza. Valamikor aludjál. Ciao, ciao. Na, ciao. Azt a mindenit hallod? Nagyon sokan vannak. Hát vannak bőven. Jó, összegyűjtünk rendesen. Jól van, Sári, hát akkor jó éjszakát. Köszi. Kösz, hogy benn voltatok. Nincs mit. Ciao. Na jól van, akkor öltözzünk, megyünk a back office-ba, találkozunk a két Chris-szel, és onnan pedig indulás a nyitásra. Akkor irány a back office? Irány a back office, az utolsó dolgokat átbeszéljük még is a srácokkal. Szóval van egy menete, van egy ütemterve általában új a nyitásoknak, és van egy-két dolog, amit le kell osztani feladat, amire oda kell figyelni egész nap, és most kiosztjuk ezt a két Krisztiánnak. Ők egyébként a back office-nak a csapattagjai, a két legjobb back office-os a világon. Úgyhogy most ők is bejönnek vasárnap dolgozni, nagyon hálás vagyok értük, és velük lenyomjuk ezt az utolsó nagy nyitást. Jó lesz. Azt, hogy már hajnalban itt van 100 ember, és azt várja, hogy nyíljon a Simon's Burger, ott fáznak, és megőrülnek a hidegtől, és december közepén van ez az egész ráadásul, az számomra még mindig hihetetlen, és nagyon boldog vagyok, hogy ez megtörténik. Viszont a többi étterem az továbbra is üzemel, és nem szabad róluk sem megfeledkezni. A srácok már itt vannak és készülnek elő egy tök másik étteremben, és itt is valószínűleg egy nagyon nagy tömeg lesz, tegnap itt voltam. Egy heringparti volt, nem lehetett megmozdulni a helyen, pedig ez a legnagyobb éttermünk. Amúgy a tapasztalat az, hogy hiába van nyitás valahol, a tömeg nem centralizálódik oda, hanem továbbra is minden helyen fullon vagyunk, és tömeg van, főleg nyitásnapkor, mert akkor van egy nagyobb hype körülöttünk, úgyhogy nem csak a nyitásra kell koncentrálni ezekre a napokon, hanem tényleg a többi étteremre is. Ez lenne az én kis birodalmam itt. Ott van az én hülyeségem. Mi? Ez még nem is volt itt a múltkor? Ez egy...
Ez egy játékgép. Ez itt van mindig, ez a vitrinünk, és mindig ebbe gyűjtjük a legújabb mörcsöket, a legújabb cuccokat. Tök jó, hogy mindig itt van mellettünk, ha gondolkodunk valamin, akár egy új poharan, vagy új zacskón, vagy ilyesmi, akkor mindig ide benézünk, kivesszük, átnézegetjük az amcsik, hogy oldották meg, hogy rogózták le, és próbálunk ebből is inspirálódni, és ebből is meríteni. Zsami. Durcás. Vannak lufik amúgy, átvittem már a lufikat, átvittem a csákókat. Krisz, csákókat folyamatosan osztogatj meg a tömegnek, jó? Van fönt, vagy van a, átvittem egy csomó csákót, vegyék föl, hordják azt is, és ez jól fog kinézni majd a tömegbe. Illetve ezt az egészet abban a hamburger jelmezekre most. Hozzuk a mörcsöt, srácok. Mi? Ez mi az ide, ez ilyen? Cumis üveg, vagy ez aha, ebbe lesz a shake adagolva. Ebbe keverjük ki a löttyöt. A titkos löttyöt. Most komolyan? Aha. Meglesznek. Persze. Nagyikás. A Joni próbálgatta őket, és adta le egyet. Címkézte őket, azt mondta. Aha. Még csak 11 óra sincs. Nem, szerintem nem sokára itt lesz. Igen, még nem volt. Meg is kezd. És még mindig egy csomó ideig tart. Ez hihetetlen. Tóth Simon, Simon's Burger, Arany János opening. Zsuzsa már érkezik a taxival. Megvan minden? Hát a listát végignéztétek? Hát akkor ennyi. Hát ez nem jött össze. Jó, beküldtem a csoportba a receptet, jó? A PDF-fájba. Jó. Ciao. Úgyhogy most úton vagyunk, megyünk. Akkor a Simivel beszéltem. Szia Ádám, be van küldve a csoportba tudod a recept, a ségetnek a receptje. Egy PDF file. Jó, azt most együtt nézzétek át, jó? A Kriszék érkeznek a cumis üveggel, hozzanak színezéket még, és akkor keverétek be előre 10 darab cumis üveget szerintem, jó? Jó, amit majd ő hoz abba a cumis üvegbe. Jó, nagyon köszi Ádi, hajrá akkor! Érkezek, ciao. Köszönöm. Köszönjük szépen. Azt a mindenit, milyen sokan vagy tőle. Jó, minden rendben? Minden rendben. Mióta vagytok itt? 2,5 órája. Régóta, nagyon régóta. Sziasztok srácok! Mozgatunk? Igen. Köszi. Szevasztok, ciao. 5-kor keltek. Egy nagyon nagy integetés a kamerának, és nagyon köszönöm, hogy jöttetek. Hálás vagyok. Ciao. Sziasztok! Köszönöm, hogy jöttetek. Szias, nagyon. Ciao. Kaphatunk egy fotót. Hogyne. Ciao. Köszönöm. Még a blokkot akarjuk beállítani, meg legyen már. Aha. Ciao. Simi, rád már 15 ember, hagyd a cheese fries! Meg kéne.
Simi! Mit mondtál? Megint 300. De ma mit csinálsz? Srácok! Nagyon szépen szeretnénk megköszönni mindenkinek az elmúlt egy hétnek a munkáját. Kifejezetten az Ádámnak és a Siminek. Óriási tapsot gyermekeknek! Nem arról szól, hogy széthajtjuk magunkat, hanem ez egy jó nap, ez egy jó flow lesz. Látjátok, hogy itt van majdnem 1000 ember, érezzük a legjobban magunkat, ti is élvezzétek az egészet, jó? Csináljunk egy bomba megnyitót, adjunk 500 hamburgert ingyen az embereknek, és mindenki, ti is és a srácok is élvezzék az egész napot, üljünk fel a flowra, legyen jó a flow, és menjünk előre együtt tovább, és jövőre nyitunk még legalább 10 éttermet. Benne vagytok? Gyere! Fogjuk kisorsolni, hogy ki nyerte meg! Tapsoljuk meg Rita! Milyen? Tesó, hideg rázom, úgy, de le kell most menni, kemény lesz nagyon. Köszönjetek a chatnek! Köszönjetek a chatnek! Jó, tegyünk le! De szeretlek titeket! Maradjuk az utat! Maradjuk az utat! Ilyenkor mindig lassabban telik amúgy az idő. Na let's go, induljunk el egy perc a hátra nyitásból. Let's go! Srácok, egy picit menjetek hátrébb, mert az se jó, hogy szétnyomjátok egymást. Ennyire nem finom ez a hamburger. Menjetek hátrébb, menjetek hátra, 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 hátra. Adjátok ide a rulat. Emeljétek ki ötem. Srácok, légy szíves, menjetek hátrébb. Mindenki sorra fog nyitni. Srácok, figyeljetek! Mindenki erre álljon a Burger King felé, menjetek el! Pár ember tojjál erre! Simon, Simon! Srácok, menjetek arra, én nem akarom, hogy bárkinek balesete legyen. Menjetek, légy szíves, mindenki arra, jó? Gatya, van 1500 ember, és nem tudjuk lemenedzselni egyszerűen, hogy kapjanak levegőt, most az ablakot betörték, és a pince ablakát, de hát majdnem behullottak a gyerekek, tehát hogy... Aztán bármennyire próbálom levezényelni, most itt mindenki másnak a forgalmába belebolt. Figyelj, 1500 ember, nem félnek el. A Starbucksosok is szóltak, a Burger King is szólt. Nem tudom már hova küldeni őket. Gyertek erre följebb, mindenkinek több helye lesz. Nektek is egyszerűbb. 85! 85! Egi, Egi. Csak annyira bírom, hogy bemertem a fejed. Mibe? Ide. Haja. 86! Egészség. 88! Egészségedre, tesó? Gatán vagyok, én láttam már ilyet. Igen. Van ötletem. Nem tudom, hogy megvalósítja. Hány ember kell hozzá? Legalább 4 vagy 5. Jó. Krisz, gyere, légy szív! Egyes sorban. És amit fontos, hogy itt a kilépés és a belépési pont ugyanaz. Jó, oké. Azért probléma, mert ugye, hogyha egy kicsigebb az van, akkor rátolódnak. Jó. Úgyhogy muszáj őket széthúzni ennél maximum 4 ember szélességbe. Jó. Mert én amúgy leúztam 2-re legsősebben. Legalább a kordon szallagol. A 2 az szerintem nem menne most. Jó. Próbáljuk meg mondjuk 4-re, de a 4-et ezt tartsuk be. Jó, rendben.
Mennyi hangvitok van most? 94. Akkor azt szeretném kérni, hogy ami most mindent megcsináltok, azt én kérem, jó? Most nem adjuk ki senkinek. Kicsit elosztatjuk a tömeget, hát visszük a hangvikat a tér másik oldalára, hát a tömeg oda torzul, és akkor tudunk csinálni egy normális kordon elzárt tömeget. Most szürreális, ami történik. Sajnos az a baj, veszélyes is, meg nem az a hangulat van most, tudod, amit akarunk. Picit azt akarjuk, hogy mindenki csillapodjon le, mindenki nyugodjon le. Menjünk tovább. Nehéz kezelni ezt a tömeget egyelőre. Fölhívom a kis Balázst. Mit mond erre? Cső! Fú, hallod? Ennyi embert még életemben nem láttam egyszerre, hallod? De so brutál, láttam a sztorit, annyira szeretlek, nagyon büszke vagyok, szálltok. Nagyon beteg az egész, ami történik. Ilyen biztonsági őrök, meg katonák jöttek rendezkedni a végén, hogy valahogy a tömeg oszoljon el úgy, hogy senkit ne nyomjunk agyon. Úgyhogy ez nagyon beteg volt most ez a kör. Kezd kicsit csillapodni a tömeg, de ennyi ember, ez nagyon kemény. De szeretlek, de so te vagy a gót, imádlak. Na jó van, cső. Mamma mia, Macarena. Minden ok? Na de most már valami lecsillapodott, ugye? Valami alakult. Kezd valami, jó? 117! 117! Biztos látszok, hogy jöttetek! Jó étvágyat! Egészséget! Ciao, sziasztok! Sátok, aki megette az étcsillosan távozzon, hogy hadd üljenek le a többiek is! Nagyon köszi mindenkinek, hogy itt voltatok! Óriási vagytok, srácok! Picit beálltunk. Erre is számítottál? Ekkorára nem, azért ez most így nagyon durva. Veszprémben is sokan voltak, meg Debrecenben is, de ez itt most nagyon sok kicsit. Úgyhogy várakozáson felüliek számok. Szuper lesz nagyon. Várjuk az estét, hogy kicsit pihenjünk le. Az elmúlt két hét az elég szomorú. Kövessük a biztosítót. Főnök kiosztja, igaz? Na, de ez nem 9 ember. Egy zacskó mindenkinek, jó srácok? Úgy néz ki, hogy kifogytunk abból a hirdalmatlan mennyiségű szirupból, úgyhogy ennél többet már nem is tudtunk. Pedig ez rekorderadás a sékekből. Erre nem készültünk fel. Két okos sék lassan sold out lesz, még egy párat tudunk adni. Hambit tudunk adni, de a sékek sold out-ok azt előre szeretném jelezni, jó? Srácok! Két okos sék a sold out, abból nem fogunk tudni adni többet. Hambit fogunk tudni csak adni. Hihetetlen. Nem gondoltam volna, hogy el kell akár 100 darab, és aztán szólna ott már. Egy kis helyzetjelentést szeretnék kérni, hány eladott burgerrel? Amúgy számot nem mondhatok, tudod, de még van. De nagyon durva, amit ment délelőtt. De a Shake aztán legszólna, az igaz? Kever, ennyi. Konkrétan. Annyi a maradék. Ennyi. Ha megverem kőpapírolóba a Simont, akkor kapok tőle egy pólót. Ez így van? Nyomjuk. Hármas. Kőpapíroló. Ennyi, megnyertem. Hát de már nem tud nyerni. Három, de akkor legyen lesz. Jó, ha most nyersz, akkor megkapod a pólót. Annyi! Hozzunk, milyen méreted? Elles pólót hozunk. Köszi szépen, Petinek. Még mindig sokan vannak, nagyon jó, örülünk neki. Sikerült most már nagyjából beállítani a sort egy normális ütembe, meg egy normális alakzatba, úgyhogy
átléptük már bőven az 500 hamburgert, meg a mennyiséget, de úgy döntöttünk, hogy ma mindenki ingyen kap burgert, úgyhogy nem akarjuk, hogy bárki is rossz kedve menjen haza, úgyhogy... Hát akkor ma mindenki, aki majd belép, az ingyen burgert. Így van. És hát itt vannak a vásárlók is, nagyon jó kedvűek, mindenki pörög, úgyhogy boldogak vagyunk, ők is boldogak, ingyen hambi, ingyen sér. Dupla V Simon. Köszi, folytatjuk. Magad. Elég eredt vagyok, jól sikerült az a mai nap. Számokat átnéztük most, és úgy néz ki, hogy rekordot döntöttünk. Legtöbb embert ma szolgáltuk ki, úgyhogy srácoknak el is mondanom csak erre jó ért. Tehát ez a legeredményesebb nap volt eddig ebbe az évbe. Úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire, nagyon büszke vagyok a csapatra. És milyen érzés ezt látni, hogy nincs most már az a tömeg, az a tumultus. Igen, ez fura. Lement a tömeg. Itt ugye reggel tele volt minden. Itt reggel iszonyatosan nagy tömeg volt, meg fulladtak itt az emberek, és most meg hazamentek, ugye most már azért késő van, most fog bezárni ingyen a Simon's Burger. Úgyhogy ez egy nagyon fura és érdekes érzés. De nagyon jó nap volt, és az eddigi legjobb és legnagyobb és legszebb nyitás volt nekem is, és ahogy hallottam a visszajelzésekből, mindenki másnak is.